együnk végre most már. Jó. Jó étvágyat. Jó étvágyat, bébi. Hát sziasztok. Jaj, ne, most akartunk enni. Oh. Hát pont ez az. Srácok, úgy tudom, hogy fogyókúráztok. Valóban, de látod, ezek az előnyei a növényi hatóanyagoknak, hogy meg tudok enni egy ilyet is, mert végre segít valami abban, hogy ez feldolgozza, és ez nem maradjon meg zsírként. És pont az a lényeg, hogy nem kell koplálnunk, mert koplálni én például nem tudnék. Krisztián, 6-7 kilót fogytál az elmúlt időszakban? Valóban igen. Természetesen azért sok mindenről lemondtam, de azért nem muszáj az embernek mindenről lemondani. És ugye ez a legfontosabb ebben az indiai növényekben. Nem tudok letenni a magyar ételekről, de ugye, hogyha az ember ezt a növényi anyagokat beviszi a szervezetébe, akkor ezeket is fel tudja dolgozni a szervezetében, és nem kell lemondani róla. Miért pont ezt a fogyókúrát választottál? Azért ezt választottuk, ezt az indiai gyógynövényes fogyókúrát, mert én a Csekakatinkát találtam meg az interneten a fogyókúrával kapcsolatban, és ő nagyon látványosan lefogyott, és nekem nagyon szimpatikus volt, ami a páromnak is, hogy gyógynövényekből áll, nem káros, sőt, inkább még jó hatással van a szervezetünkre, mivel hogy ugye az életmódunkat is megváltoztattuk, és ezáltal nekem a Csekakatinka egy jó példa. Motiváló ember. Korábban is ilyeneket ettetek? Nem. Hozzáteszem, hogy korábban mi éjszaka felkeltünk enni, ugye? Alapból későn értünk haza. Azért szerettünk a pocakunkat, így a csülökpéknél módra, marhagulyást. Én most is szeretem a pocakomat. De úgy, nem azt mondom, hogy nem ehetjük meg, és hogy nem esszük meg. Mi nem éhezünk, csak nem kívánom annyira az ételt. Én mindig is ettől ózkodtam, és féltem, hogy most diétázni, most oké, egy ideig nem az ember azt mondta, diétázni. Hogy jó, rendben van, megeszem a csirkehúst, megeszem a halfilét, megeszem a nem tudom milyen salátákat, de ott lebeg előttem a csülökpéknél módra. Ami a legjobban zavart engem, hogy a gombok így szétfeszültek. Az, hogy így, és ez ugye mindig... Sőt, volt olyan, hogy lepattant a gomb az ingjéről, képzeld el, ahogy leült, mert olyan feszes volt, és mondani, most hogy... nézd meg! Mondtad, hogy mennyire szeretitek a csülököt Péknél módra, hát azért ez az étel jóval diétásabb, mint az. Na jó, de ma nem ez volt az első ilyen ételünk. Igazából ezt ma kívántuk meg ezt az ételt, ez ugye a csirkehúst. Már reggeliztünk, 10 óra isztunk, Debrecenivel kezdtük. Most ez jött. Pont megkívántuk egyébként, bűntudat nélkül megesszük ezt a finom ételt. Meg el fog tűnni. Hála Indiának. Hagylak is benneteket enni. Jó, köszi szépen!